Rendező úr? Igen. Így? Jó. Ez lesz a kezdőállása. A Hugenoták rendezője Szikora János van, hogy a színpadon instruál. Ettől kellene elkezdeni szétnyílni. És van, hogy a rendezői székből a mikrofon mögül mondja tanácsait. Az Erkel színpadán egy héttel az egyik leghíresebb francia nagyopera premierje előtt a bemutatóra készülnek a művészek. De nagy a sürgés forgás a backstage-ben is. Várjál, mert életemben nem volt még rajtam ez egy... Haja Zsolt az öltözőjében épp a színpadi ruháját veszi fel. A hosszú szárú csizmák, vagy éppen a puffos vállújú korhű kabátok is mind-mind a jelmez részei. A darabot két szereposztásban lehet majd megnézni. Most a premier szereplőivel beszélgettünk a felkészülésről és a karakterükről. De amíg Zsolt öltözik, addig Boncsér Gergelyhez megyünk. Ez itt az én jelmezem. Könnyű megismerni a sok fehér között, mert ugye itt fehér jelmezek vannak. Ők a katolikusok jelmezei, és a protestánsok pedig a fekete színnel vannak megkülönböztetve. Van egy csinos kis... Ez egy nadrág, hogyha azt hinnék, hogy ez szoknya, nem, ez egy nadrág. Hát manapság ilyet az utcán nem látunk, de talán ez nem is baj. Ő alakítja Raoul de Nongist, a protestáns főnemest, akit a reformáció politikai és történelmi helyzetében hite miatt megtámadnak. Nem úgy képzelem ezt a karaktert, mint egy állatot, aki egyébként is mindenen megy át, és hát mindenkit meg akar változtatni, meg a körülötte lévő eseményeket, hanem hogyha őt támadják, vagy őt bántják, akkor ő igenis kiáll a saját értékeiért. A darab a francia nagyopera egyik legnagyszerűbb példája. A történet 1572. augusztusában játszódik, alapjául a francia vallásháborúk egyik legszörnyűbb eseménye, az 1572-es Szent Bertalanéi mészárlás szolgált, amely során a Párizsba gyűlt francia reformátusokat, azaz a hugenottákat a király beleegyezésével lemészárolták. Haja Zsolt Boncsér Gergely jelensége a darabban, a katolikus Növel grófját alakítja. Nem volt nehéz azonosulnom a szereppel, inkább a szerep tanulással voltak kisebb gondjaim, ugyanis nagyon nehéz volt a töménytelen mennyiségű recitatívó van benne, nagyon kevés zárt szám énekelni való, és ezeknek a megtanulása elég sok energiámba telt. Az opera zeneszerzője Giacomo Meyerbeer 3 évig dolgozott a partitúrán, a gondos munka pedig meg is hozta a gyümölcsét. A párizsi ősbemutató után egész Európában ismerté vált, de főleg katolikus országokban a cenzúra miatt a cselekményt át kellett dolgozni. A francia nagyoperáknál a siker egyik titka a túlzás. A 19. századi művek mind nagyszabásúak. Sok szereplővel, nagy kórussal, tánckarral és meghökkentő színpadi látványossággal, valamint rengeteg nézővel, hiszen a párizsi opera nézőterén majdnem 2000 ülőhely volt, ennyi embert pedig estéről estére behozni az operába csak hatalmas attrakciókkal lehetett. Ezek közül természetesen a hugenották esetében sincs hiány. Tehát ez, mint opera, ez egy... borzasztó, ez egy rinocérosz, ami a maga tonnáival bejön a színpadra, maga monumentalitásával, és azt mondja, hogy bum, itt vagyok. Az opera Magyarországon utoljára 1931-ben volt látható. Több mint 80 év után Szikora János rendezésében kerül az Erkel színpadára. 80 év óriási idő, és nem kell az embernek megbirkózni olyan elvárásokkal, amelyek korábbi előadások emlékéhez tapad. Tehát az embernek mindig egy ilyen láthatatlan ellenféllel kell birkózni a nagy elődök árnyékával. Hát ez az árnyék nagyon messze van tőlünk. Azt gondolom, hogy a mai opera közönségnek, a ma operába járó közönségnek semmilyen tapasztalata nincs, ha csak éppen külföldön nem látta, vagy éppen egy televíziós közvetítésben. Balga Gabriella is már a premier estején a színpadon lesz. Urbent, a királynő apródját alakítja. Nyáróta minden nap készül erre a szerepre. Lírai mezóként elég sok nadrag szerepet énekelek.
És már az évek alatt az ember valahogy beleszokik ebbe, de igazából elég sok munka van benne, hogy így olyan férfit tudjak alakítani, aki az a szerep maga. Mindenki rengeteget gyakorol azért, hogy a szerepének megfelelő és hiteles karakter tudja alakítani. De a művészeknek még van pár napjuk készülni, hiszen a premier október 28-án szombaton lesz majd. Az opera ezzel a nagyszabású Meyerbeer művel a reformáció kezdetének 500. évfordulóját ünnepli.